Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, egy gyors bejelentkezős vlog lesz most innen, Kőbányáról, Kőbányai út 53-nál. Amit, hogyha a Google Maps-en megnéztek, akkor itt van egy tó, és ültek itt, még talán be is tudok oda esni. Ott ezen a lukon a kerítése, hogy bizony itt van egy tó, hogy ez... Ez nagyon érdekes lehetem, és hogy került ez ide? De egyébként nagyon jól látszik, majd be is vágom ide a Google-nak a műhold képét innen. És hát jelent, hogy itt azért egy elég nagy terület van. És bizony ez úgy keletkezett ez a tó, amennyire így lehet tudni, meg hát amilyen plegykák keringenek az interneten róla, hogy terveztek ide egy plázát még olyan 2004-2005 környékén. Viszont utána jött, amikor már elkezdték volna építeni, néhány évvel később, utána nem sokkal jött egy gazdasági válság, ugye ez ugye 2008-2009 körül, és akkor a kivitelező csődbe ment, és az építkezés abban maradt, tehát a pláza soha nem épült fel, látjátok, egyiket itt lett volna. Egyiket talán elnyúlt volna addig a Mázsatérig is, ahol régen piac volt, most meg egy üres plac. Viszont az alapot már kiásták, tehát itt a mély garázsoknak, meg az épületek az alapját azt kiásták, és ugye az a nagy közék gödöd az ott maradt, az a félbe szakadt építkezésnél. És hát idő, és hát ugye folyamatosan megtelt vízzel, ahogy ugye telt az idő, ugye esett oda az eső, meg összegyűlt ott a talajvíz, és hát így keletkezett ez a tó. Megpróbálom még jobban körbejárni, hát ha valahol még be lehet lesni, de úgy látom, hogy itt errefele már nem. És hát azóta se kezdtek ezzel a területtel semmit, igazából hosszú távú tel sincsen rá, úgy tudom, hogy mi legyen itt a helyén. Tehát addig pedig marad a tó. Hát, nem tudom, itt mennyire látszik, szerintem sem ennyire. És hát itt volt az egykori piac. Jelentjátok, hát itt most gyakorlatilag megállott a hármas villamos, csak az egyik oldalt, ahol van peron, és ennyi. Hát valószínűleg erre is tudott volna a pláza terjeszkedni. Hát lehet, hogy majd valamikor fog ide épülni valami hasonló létesítmény, mert így gyakorlatilag adott hozzá minden. Az más kérdés, hogy jelen helyzetben lenne értelme, mert nem sokkal innen van az Őrs vezértere, ami igazából nem, hogy több tömegközlekedéssel, még gyalog sincs olyan nagyon messze, és ott rögtön van kettő is plázából. De hát ugyanúgy terveztek a Bosnyák térre is, amire ugye szintén azt gondolom, hogy minek, mert onnan sincsen olyan nagyon messze az Árkád, meg a sugár se, hát meglátjuk. És akkor innen a másik irányból mi megmutatom itt ezt az üres placot. Hát persze, hogy pont most támad fel a szél, amikor elkezdtem videózni eddig. Szinte egy szellő nem volt, de most azonnal elkezdtem. Mindegy, ez úgyis csak egy gyors bejelentkező vlog volt, vagy kicsit hangosabban beszélek, hogy a szélzal ne zavarjon nagyon be, úgyhogy ez ennyi is lett volna. Sziasztok!